Tamás bátya konyhájában a mai alkalommal Gangster Zoli fogad bennünket Finnországból, valamint Olaszországból, Szicíliából el Gangstero. Meg Chicagóból elnézést kérek. Szicíliaiak vagyunk. Szicíliai, finn, argentin, feketék. Ő még indián is. Tehát Niki Santoro és Aldi Meolapokban nektek. Én még mexikó-indián is elnézést kérek, de. Bocsánat. Nem okoz tudathasadást néha, hogy mikor melyik? Soha. Nem. Mindig pontosan tudjuk, hogy éppen mikor kell melyiket használni. Szóval most annak okoz tudatosan, hogy gyengébb felfogású, érted? Ilyen erős aggyal rendelkezők, mint mi, érted azok? Hát ilyenek köztünk sincsenek. Most éppen melyik énetek dominál így a konyhában? Fú, most a szicíliai. Igen. Spaghetti vaffanculo. Az a neve, ez egy szicíliai specialitás, ezt fogja készíteni. Pedig Zoli, én úgy tudom rólad, hogy a zsíros kenyér megkenése is igen komoly gondokat szokott okozni. Nem, én nagyon jól főzök, csak a rántottát nem tudom elkészíteni, érted? Nem értem, hogy a sok tojásból lesz egy nagy pacsni a végére, érted? De most segítek a Lacinak. Egy borzasztó komplikált kaját fogunk összeállítani, egy ilyen, mondjam az olasz nevét nagyon komolyan. Hogy? Nézzes, megkelj rám, olaszul. Aglio, spaghetti, aglio, olio, e peperoncino, bocsánatot kérek. Nagyon komoly, mondanám magyarul is. Vaffanculo, nagyon fontos. Igen, szóval mondanám magyarul is, olajos, fokhagymás, csípő, spagetti, amit mi nagyon szeretünk. Szóval én nagyon nem szeretünk. Mondanám magyarul, amit én mondtam, azt most nem mondom magyarul. Jó? Mi minden kell hozzá? Ez kell, tehát ebből rögtön megkóstolsz egyet így, ezt edd meg, légy szíves. Dehogy nem. Ne próbáld, atom paprika. Még így, hogy rányaltam, még így is éreztem valami kis. Ugye? Fokhagyma. Ugye spagetti tészta az egyértelmű, hogy kell, mert anélkül is spagetti. Meg kell rá, numero uno in Italia. Szóval nem rosszból főzünk, szóval ez és a lényeg. Cukor, porcukor, az nagyon fontos. Most porcukor és ilyen ital is kell. Igen, megmutatom én is, hogy mi kell hozzá a Power Horse energiaital, mert hogy a főzés az energia kell, ezt már többször megállapítottuk. Viszont hozzá szeretném tenni, hogy a Harley Café nagyon csinos főnökasszonya megengedte nekünk, hogy itt készítsük el ezt a nagyon elegáns és finom ételt. Pedig azt hittem, hogy már ilyen konyhád van otthon, hogy nagyon komoly. De nem, ez így sokkal izgalmasabb. Szóval az, hogy egy kicsit nagyobb. És várunk, szóval olyan mennyiséget főzünk, hogy várunk egy 100 fős szicíliai brigádot, akik eleve rá vannak indulva a kajára, úgyhogy jönnek be, nem sokára megérkeznek, úgyhogy csapjunk a lovak közé! És a jó lehelet kedvéért menet közben egyet is meg is. Most meglátszik, mennyire vagyok szicíliai, így nyitják ki az igazi olaszok a spanyol. És meg kell rá légy szíves, hogy két mozdulatra a barnyba. Kedves gringo, idén mikor éppen ki fingó, ha vett egy senki vagy, a sikrisek fej a szétból, aki bárkit lerombol, mert talál igazán rosszat kezdve. Ilyen az élet, így el, hogy veszed, hiába hívod a segítséget, mindenki leszart téged, életedből már nagyon kevés, van hátra, mert így jön a lövés, pak, 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 seggedbe kapsz, gyere szaza, mondd nekik, mi a fa. Elnézést, egy kicsit megfáztam, hogy ez az a probléma, nagyon meleg van és már meghűltem. Dílerek csúca, estricia környékemről, neki tudnia kell minden. Mondjál, hogy most egy Laci, ez már kész, vagy most ez mi van? Akkor átűn, mint Mike Tyson, kezé a Rolex, a senke alatt a Merci, neki sikerül kitörni, kurvány, mint a sarkon áll, a csigri csap. Kurva meleg van, lesz ez egy fagyit csinálni. Dezsákba be van az a pár év, amit kap, los.